Idén is átadták a Balaton Michelin csillagának számító kék hullámzászlókat, mi pedig felkerekedtünk, hogy megnézzük, hogy melyik három strand érdemelte ki ezt az elismerést. Itt vagyunk Vonyarcvashegyen, ami a Balaton egyik legnagyobb strandja, 6 hektáron helyezkedik el. Itt mögöttünk a régi strandrész látható, ami egy kicsit nyugodtabb, és ahogy haladunk előre, egyre zsúfoltabb lesz, tele van sporteszközökkel, mert hogy 2018-ban Vonyarcvashegyet választották a legsportosabb strandnak. Lehet focizni, lehet röplabdázni, lehet tegbólozni, egy csomó mindent lehet csinálni, és hogyha ez még nem lenne elég, lehet sakkozni! Vashegyben szerintem a három legjobb dolog a vízi sípálya, az ingyenes parkolás, a bringás tároló, a Lido strand, a napozó, a felfújható ugráló a vízbe. Ja, hogy három? Akkor legyen a Lido strand, legyen a bringás parkoló, és legyen a rengeteg sporteszköz. A helyszín Gyenes Diás, egész pontosan a Diási Játékstrand, amit 2018-ban az év családbarát strandjának választottak. Hogy miért? Azt hiszem nem kell magyarázni. Ez a mai kis összeállítás arról is szól, hogy mi mindent nem csinált Kriszta még a strandon. Csomó mindent igen. Úsztam, lángost ettem, nem tudom, üdítőt ittam, és sportoltam, de nem minden sportágat próbáltam ki. Itt a Diási Játékstrandon van például vízi aerobik. Nem tudjátok mi az? Én sem, de most kiderül. Gyenes Diás. Na de hogy miért? A Diási strandon szerintem a legjobb dolgok a vízi aerobik, a kis pancsoló, ahol a gyerekek biztonságosan játszhatnak és fürödhetnek, illetve, hogy egész nap szól egy rádió, itt ez a strandnak a rádió, és nagyon jó zenék vannak, meg lehet színezni. Olyan jó. Balatongyörök 2018-ban elnyerte a legzöldebb strand díját, ami talán nem is véletlen. Hát. Jó itt lenni, sok mindent lehet csinálni, és jó itt a környezet is, és jó a légkör, meg barátságos is hely. Hatalmas szerintem, és nagyon sok lehetőség van itt. Sok a kajáda volt, és itt szép a strand, van árnyék. A balatongyöröki legzöldebb strandon nekem a legjobban azt tetszett, hogy rengeteg a fa, nagyon-nagyon-nagyon sok virág van, gyönyörű a nádas, és egyébként mindenek felett a legzöldebb az most mögöttem, például a Balaton. Járjunk balatoni strandokra, nézzük meg őket, választjuk ki a kedvencünket, mert mindegyik jó, és mindegyiken mindenki megtalálhatja azt, ami neki a leginkább vonzó, úgyhogy I love Balaton!